Megjött hozzánk Kassa TV. Ha az nagy jacuzziban nem található vagyok, keress az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! Tibi! Kassa TV, Kassa TV. Hello, Tibi! Sziasztok! Kinyaraltátok magatokat? Csak ő, mondtam, hogy Jani otthon betegen a gyerekkel, én melóban, úgyhogy ráharagudj. Haragszom is keményen. Hát a meló egy szabadon választó dolog, hát senki nem mondta, hogy nem igazságod van. Hát most azt eldöntöd, akarsz, nem akarsz, vezeted, nem vezeted, viszed, nem viszed, nem. Igazságod vagyon. Ilyen a pont. Hoztam nektek egy nagyon jó sztorit. Ez rendhagyó tőlem. Én szerintem én most azt érzem valamiért, hogy ez most különösképpen jó lesz. Ez ember. Tehát ez most felvezette, ez szerintem nem lehet rossz. Na de hogy? Hogy a viharba? Most ennyi év után... Miért pont most, ha eddig el voltam rossz sztorika, miért most kezdek el erőlködni valami igazán jóval? Voltam pókerezni, tudod Balázs, hogy nagyon kevés dolog van, amiben igazán rossz vagyok, de a póker az egyik. Tehát, hogy én mindig elmegyek, de ez olyan... Mert a társasnác. De azt még nem próbáltam. Így szórom szét földi javaimat. Mindig azt szoktam mondani, hogy így megyek el jót tenni a világgal. Hogy elmegyek, kicsit pókerezek, és közben jót teszek a világgal, mindenkinek adok egy picit abból, ami az enyém volt. Tehát, hogy nem is stratégiám része nyerni. De lemerült a telefonom, illetve lemerülőben volt, és van most már lehetőség ilyen kis töltőszigetet bérelni, ilyen kis lábas, ilyen töltőakkumulátort a pókerteremben. Mondtam, hogy akkor élnék vele, szeretnék rendelni egy ilyet, és akkor tölteném a telefonomat. Kijött a hölgy, mondta, hogy akkor itt a töltő, annyi kéne, hogy zálogba oda kéne adjam a személyigazolványomat. De itt nem tudom, ti mennyire lennétek bizalmasak ebben, ti adját. Semennyire, nem. Egy személy szíves arat, Balázs, nem, egy ilyen? Dehogy is, nem. Letiktálom a személyigazolvány számomat, tudom fejből, és... De ez nyilván nem, ez arra lett volna, hogy nyilván. Hogy ne lopd el a töltőt, hát ezt nem is kérheti el, bocsánat, hát az egy hivatalos okirat. Ugyan erre gondoltam. Azt nem is kérheti el. Tehát, hogy nem, te se adnád akkor a személyedet egy töltőért, ugye? De volt B-tervük, mert visszament a hölgy, utána újra jött, hogy megszülték a megoldást, ha a személyem nincsen nálam, mert azt blöföltem, hogy nincs nálam, akkor van egy jó megoldás, adjam oda a lakáskulcsomat. Tényleg? És figyelj, ott állt fölöttem, és várta a lakáskulcsomat, hogy az ugyanúgy megfelel zálogba. Mondtam, hogy ez így semmit nem értek, akkor hadd adjam már mellé legalább a riasztókódot, nem? Tehát, hogy most így... Meg egy lakcímkártyát legalább, igen, adjál még mellé. Igen. Csak picit elgondolkodtam. Odaadtad neki? De hogy adtam? Nem, és akkor jöttem én a C-tervvel. Aztán drága az óra magánkatta úr. Nem, jöttem a C-tervvel, mondtam, hogy megmondom, a személy nem szívesen. Lakáskulcsot még mindig nem szívesen. És mondtam, hogy akkor adok inkább pénzt. Próbáljuk ki azt, hogy adok pénzt, és azt visszaadod. Tehát, hogy letétbe teszek pénzt. Mondom, jó ötlet. Néha nem így beszélt. Odaadtam neki egy 20 000-est, és mondtam, néztem rá, hogy viszont erről egy cetlit elfogadnék, hogy ennyit adtam. És nézett rám, azt hitta, hogy viccelek. Mondom, de nem viccelek, hát nem fogom tudni, mennyit adtam. Majd visszajött, mire egy Dambés Dambér tartozom cetlivel a hölgy. Tudod, érdemes lenne megőrizni. Olyan, mint a pénz, érdemes lenne megőrizni. Tartozom neked cetlit. De és mégis ez lett a dolognak, és rájöttem, hogy milyen döbbenetesen nem... De miért nem adtad oda a telefonodat, hogy töltsék föl? Tehát a legegyszerűbb, hogy jelkód van rajta, odaadod, és berakod nem, a töltőbe. Ez lett volna a D-tervem egyébként, hogy depozitba elkérem a töltőt, és akkor zálogba adom a telefonomat. És akkor van nálam egy töltő, van a telefonom. Ez lett volna a D-terv. De hogy forintot elfogadott? Mert ez lett valamelyik másik. Erója nincsen. De nem az a durva, hogy ez neki kell, tehát valószínűleg 6 töltőt lenyúltak tőlük. Azért az is milyen piti, hogy ez már eljutott oda, hogy valamit adját cserébe, mert egyébként tudom, hogy te ellopod, vagyis nem már mindenki nyerhet ott a pókerasztalnál, érted? Hát valamiből vissza kell hozni. Elvittél egy 100 forintos töltőt, mert hogy ezeknek ugye van már ilyen hamisítvány töltője, ami tényleg 100 forint mondjuk igazából. Mondjuk az fura, hogy egy átlagos bevásárló központban Kispesten mondjuk ki van rakva egy ilyen hatalmas nagy oszlop, ami van 30 féle töltési lehetőség ingyen. Miközben egy pókerterembe meg elmész, aztán bérletbe kell venned. Hát azt mondom, hogy te mindig ott töltött, hogy ne kelljen ott. Most oda van zárva, itt van a kulcs. Reggel beadott, föltöltött 11-kor mész érte, ezt én tudom, ezt mondtad nekem. Azt gondolkodom, hogy soha nem várok el egyébként semmilyen fajta bánásmódot, hogy én valami marha nagy sztár vagyok, de hogy az a picike hitelem, hogy nem rohanok ott egy telefontöltővel a Dunapláza izében, nem tudom, teraszán. Nem akart megkülönböztetni téged, mindenkinek ez jár. Miért feltételezzük, hogy megismer? Ugye? Tehát azért gondolkozunk el egy olyan
alternatíva, hogy ingyen nem volt, hogy ki vagy. Nem, nem neked fáj, hogyha nem ismernek meg egyébként? Nem, nem fáj, de életszerűtlen. Hát, ja, világos. Isten, mint a magam, ha nem furál. Úristen, de jó, hogy nem én mondtam. Nem fáj, de ne beszélgessünk fikciókról. Na. Igen, hallod, de hol élek ezen? Csak egy picit ezt tovább vívve. Csak hogy egyébként mennyire bízunk egymásban, csak még egy picit ezt le akarom zárni, ezt a sztorit. A párom jött ki szoláriumból, hozta a csöveket. Igen, és ellopta a papucsot. Hozta a csöveket, meg lopott egy elosztót is, ha már arra járt. Nem, jött ki, és próbált beszállni a kocsinkba. És azon kapta magát, hogy mögötte somfordál egy idős bácsi egy kutyával. És nézegeti, hogy száll be a kocsiba, mint ügyetlenkedett valamit a kulcsa. De várjál, hogy próbált beszállni a kocsiba, nagyon régóta él a fővárosban. Te, hogy először fölült a motorász tetőre, vagy hogy elmászott a tetőre? Nem, a párom próbált beszállni a kocsiba, először megetett a lovak. Aztán a nézd, bányuk nem harap, nem harap. Te az anyád, te! Na, curi, Krisztus, de! Aztán ürítette a szaros zacskót, igen, az én párom így száll be a kocsiba, így van. Na, próbált beszállni az autóba, és egy ilyen idős bácsi nagyon csúnyán méregette, és a párom megkérdezte, hogy elnézést, hogy tudok-e segíteni. És vagy konkrétan a bácsi odaszólt neki, hogy maga lopni készül az autót? Most, aki látta a páromat, a klasszikus autótóval forma, nem? A kis 40 kilójával, nem? Tehát, hogyha valakiről kinézett, hogy autót akar lopni, és figyelj, a bácsi konkrétan végignézte, még a párom beszáll, elindul, és mondta a párom, hogy még nézte utána a visszapillantóból, és még akkor is csóválta a fejét. Írta föl a rendszámot. Hát a bácsi a visszapillantóban még látta a párom, és így csóválta a fejét, hogy csak ellopta. Tehát, hogy ő valahogy ebbe a de lehet, hogy segíteni akart. Érted? El akarja lopni azt az autót? Hát nem így kell mutatni. De hát igen, úgyhogy egy picikét finom ez a bizalom, de mondom, ezt ugyanezt rá tudnám ültetni, hogy mennyire bízunk egymásba a töltő, akár ez az autósztori, hogy erről beszélgetünk pont a párommal, hogy konkrétan bejönne most valaki hozzánk egy pohár vízért, nem engednéd már be. Tehát lassan ott tartasz, hogy majd az utcán megiszod és kiviszel egy pohár vizet, mert nyilván lopni jön. Hogyha valaki... Egyébként valószínű. Sajnos. Az tehát... első gondolat a rosszra gondol. Mondjuk a pohár vízes az klasszik. De becsöngetem valaki olyan, hogy csak nyissa már ki nekem, adjon egy pohár vizet. Valószínűleg nem nyit. Nem, összeesik az ajtód előtt, és lehet, hogy éppen készül szegény meghalni, de valószínűleg nem nyitott ki. Vagy kiviszed. De az, hogy nyomsz egy kaput, nyílik a kapu, beengeded, és a kertedbe jön, és megissza, nem? Na, de most valaki mondjuk ugyanez. Ott sír, hogy csak egyetlen egy hívást a telefonodon. Mert hogy a övé lemerült, és a anyukája ott beteg, és... Azt azért felmérem. Odaadod? Elfut vele, hát ez egy átverős módszer. Ezek mind mennek, tehát hogy... Azért olyan a külseje, nem? Tehát most azért oda, tehát azt azért én elmondom, hogy kit akarsz, megkérdezed, mi a sztori, miért hívnál, hol a telefonod, azért abból levágod, nem? Na jó, az bénának kell lenni. Adjam egy aranyom a telefonját, hogy a mamer elrohan vele, érted egy pillanatot, te meg ott állsz a gyerekkel. Azt odaadom. Meg kell nézni a cipőjét. Futócipő van rajta abban a pillanatban. Persze, mint a Leszi hazatérnél, megnézem a láb, van-e benne bogáncs a lábába, persze. Persze, odaadom, csak álljon már fel térdelő támaszba. Azért arra kicsi az esély. Na mindegy, finoman ez a bizalom dolog egy picit elgondolkodtatott, hogy egyébként döbbenetes, hogy mennyire nem bízunk már egymásban. És nem tudom, hogy egyébként ez mikor alakult ki, mert szerintem konkrétan még nagy muteromék, még szerintem... Amikor még... először kifosztottak a blahán. Nem? Nagyjából. Tehát de hogy ezért érdekes, hogy már egy minimális szinten se. Tehát én például ezért nem veszek föl stoppost. Nem azért, mert nem vagyok egy ilyen jó szándékú ember, hanem én... Még a stoppos az egy véglet azért, azt én sem veszem föl, nem szeretem a stopposokat. Hát miért? Akár lehet az is tényleg, hogy most tényleg nem engedheti meg magának, tényleg így próbál meg egy picit spórolni, tök normális külső. De én már vizionálom, esküszöm, hogy mi most majdnem felvetünk egyet, csak ki rá volt írva a táblára, hogy Szlovákiai, mondom, külföldre nem megyünk. A kocsi megáll a határnál nálatok, érted? Nem mer átmenni ő sem. Kisgazdám, nagyon félek, ez már külföld. Régen palánkig elviszlek benneteket, de utána egy tapontan se. Hát a múltkor ugyan, tehát egy picit is, ezzel lezárom, ez a bizalmi dolog, hogy szintén egy plázába bókláztam, és megjelentett egy teljesen normális külsejű hölgy, és gyerekek fotóit mutogatta, hogy neki gyűjt. És mutatta a fotókat, még valami bizonyulatot is mutatott, valami pecséttel, nem tudom. És az a baj, hogy abban a pillanatban esküszöm, nem az, megszólalt, nem. Megszólalt bennem ez a rossz érzés, hogy nem kéne adni, mert már közben, hogy vezette elő a dolgot, akkor már az volt bennem, hogy valami nem kerek. De a pillanatban már ilyen gyerekek síró, éhező fotóival álltál ott a kezedben, és abban a pillanatban azt gondoltam, hogy tehát, hogy akkor már nekik mondasz nemet, nem annak a nőnek. Tehát, hogy nagyon jól van fölépítve. Én adtam egyébként, és
pont Palira tudtam, hogy lehúztak, csak hogy abban például már kezedben van egy ilyen tablót. Átvágtak valószínű? Nagyon. Aha. Igen. Hát utána láttam a másik plázában is, tehát valószínűleg ez egy ilyen folyamatosan jól felépített. Vagy pakolázták át a székhelyüket, és mennyire rohadékság, hogy mondom bizonylattal, és akkor ott mutatja a weboldalt, nem tudom, meddig tart egy weboldal, 5000 forint. Miért aki van Moszkva téren kiáll, és fogja, mint a egy éves gyereket a hónalat, és úgy egy soha, egy büdös forintot nem adok neki soha. Pont ezért. Hát pont ezért, ameddig adsz, addig viszi a gyereket. Hát én a saját szememmel láttam útka az Andrásin. A tolókocsival kéregetett a srác, egy fiatalabb, ilyen 30 körüli srác, tolókocsival kéregetett, majd fölgurult a patkára, fölállt, megfordította a harépsét, hát visszajött. Én a saját szememmel láttam. De. Jézus már. Tehát azt mondom, hogy már ne, egyszer már tényleg olyan szintű a bizalmatlanság egyébként, és hogy gyakorlatilag már semmi nem az, aminek hát látszik. Igen, csak ugyanakkor meg, aki tényleg rászorulna így, az meg el fogja kerülni. Ez a rohadékságben, hogy aki tényleg ott esik össze az ajtód előtt a pohárvíz miatt, hát az, mint a fekvő ember az úton. 10-ben 8 már átlép rajta. Azt hiszed, hogy mivel nyugtatod meg a lelkismeretet, hogy részeg volt. Hajléktalan, leitta magát, simán lehet, hogy ott kap infarktust, vagy ott kapott éppen. 10-ben 8 ember ma átlép rajta, mert nem a te dolgod, nem avatkozol bele, elfordítod a fejed, nem közeled, hogy csak oda kéne menni, hogy ha-hol jól van, és amíg hívsz egy mentőt, meg tudják menteni. De sokszor sokan átlépnek rajta, tehát ez ugyanez. Jó, de nem az elveszőben lévő bizalom, nem az elveszőben lévő bizalom, ami ma reggel. Sokat fogunk nevetni. A csőről. Várjál. Hosszú volt a két csőr. A csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Na, mit hoztál? Esküszöm, mást akartam hozni egyébként. Most lett volna egy komolyabb is, de mivel nagyon-nagyon komolyak lettünk és érzelmesek az első blokkban, ezért hozok egy könnyedebbet. Ami böki a csőrömet. Van egy új házi állatom, amitől ki vagyok. Na. Nem tudom, hogy mennyire vagytok, mennyire... Lapos tetű? Ide legyek. Ezt megforgatod, és rögtön kijön. Elmész a patikába, egészen jó krémek vannak. Nagyon-nagyon szemetek vagytok, nem lapos tetű, rühatka. Ha borotválkoznál rendesen mindenhol, akkor nem tudna elbújni. Ölj meg a házát, meghal a lapos tetű is. Írd ki a ször. Így van. Erről majd adáson kívül mesélek. Na, de nem perzselt föl taktika. Mennyire vagytok intoleránsak a zajokra, ahogy öregszetek? Menjünk végig mindenki egy picit a zajokra. Idegen zaj, meghallasz valamit, ami eddig nem volt, valami kis izé, keresitek-e például a zajoknak a forrását? Hát figyelj, én elmegyek otthonról, ha meghalom egy gyerekszobájból, azt mondom, hogy ez elhold. Jó, hogy kérdezted, látod? Én ezt még nem vettem észre magamon. Nem keresitek a zajnak? Trombitálnak, nem tudom. Van az hozzá, valaki nagy csóda költözött. Fúvolaját, ez valahogy, ezt még ide vettem észre, hogy ez ideges. Nem idegesítenek az zajok? Az akkor, amikor elkezdenek idegesíteni a zajok. Hát mi nagyjából egyidősek vagyunk. Én arra lettem figyelmes, hogy idén... Csak te fiatalabb. Igen. Hogy idén felfedeztem egy új típusú zajt a kertemből. 6 órakor kezdődik, egy ilyen 6:40-ig tart. A locsoló, automata locsolód, nem? Hát így van, mert a fűnövés. Ma reggel fölvettem nektek egyébként, aztán azóta közben kilogikáztuk, hogy mi ez. Tehát na, megvan. De nem mondd el, hogy mi ez. Madárhangok közül szűrt ki. Aha. Figyeld. Ott volt. Megint jön, figyeld. Ezt megmondom neked. Figyeld. Az. Mondom. Ez harkány. Dehogy is, a barátnél lejtett a gésagolyot a teraszon. Ez egy harkány. Ez van nálunk, ez harkály. Na elmondom neked, hogy én utána néztem, és nem harkály, hanem rohadmányos fakopáncs nászi dala vagy mi a túró. Ez a nászi dal. Valami nász éneke. A fakopáncs. Csuda, hogy nem halt ki, ha ez a nászi dala. Ez önne meg van? Most utána nézel, hogy ez fakopáncs? Nem, megnézem fakopáncsot. Ez fakopáncs, én nem látom, hogy hol van, csak hallom. Figyelj, tehát 6 órakor erre kelni, olyan rohadt idegesítő, tehát hogy nem tudok. Szép madár. Más, mint a nagyon harkály, szép, piros a feje, meg piros itt a begye alul. Szép. Nagyon annyi, szép. Befogom neked, ezt átviszem már hozzátok, az kopáncsoljon már neked ott az eresz alján. Sörétet alá. Hát ez miért zavar? Hogy az ablakodat... Jaj, nem mondnál, hogy te nyitott ablaknál aludtál, -1 fok volt. Szarán, Aros csertedbe, -1 fok.
Én nyitott ablaknál alszom. De nem lehet, hogy éhes? Ez ilyen lázdalnak. Mit teszik ez a rohadmányos? Szerintem ugyanaz, mint a harkályrovarokat. De én például múltkor pont a Bennyvel kaptam el egy harkályt, és én annyira örültem neki, hogy még hirtelen ilyen közel tudsz kerülni a természethez, hogy egy harkályot kopog a fál. Mi ennek nagyon örültünk. Én ezt imádom. De a harkály, ez maradhatok, és csak így kopog. Az is nagyon kopog egyébként. De sorozat. Vagy ez rohadt éhes farkály. Azért, amíg nem a nikkecel alatt keresi a házat farkály. Tényleg? A kóbában oly van? Na, igazából ennyi. Tehát, hogy én azon gondolom, hogy ha megetetem egyébként, akkor nem fog kopácsolni. Tehát, ha viszek ki mondjuk egy tárrovart. Nem fog, de akkor oda szokik hozzá. Nem, akkor csengetni fog. Igen. Megnyomja a pincérhívót. Figyelj, ezt fogd föl úgy, hogy na, hogy fogja hogy mi föl? Városi na, emberek, még milyen jó, hogy azért néha ilyen közel tudunk kerülni a természethez, és hogy állatok vesznek bennünket körbe, hogy kopognak, hogy nem ijesztettük el őket, hogy még nem öltük meg a természetes élőhelyüket. Tehát próbálj egy fokkal humánusabban állni. Legyek egyfajta Szalai Dr. Dulittle, aki örül minden. Szervusz, kis fakopáncs, jó reggelt, kis barátom. Igen, szervusz, fakopáncs, fakopáncsos reggelt mindenkinek, aki állsz az erkére. Természet ajándéka. De ez harkály egyébként szerintem. Gyors harkály? Ez egy gyors tüzelő harkály. Jó, én akkor ezt fogom képviselni, megbarátkozom a természettel, de mennyi lehet egy sörétes puska? Az kapható, az adhatod. És milyen a húsa a fakopáncsnak, hogy egy jó fakopáncs leves? Azt nem próbáltam tudjam. Még, megmondom őszintén. Hmm. Egy grillezett fakopáncs? Hát próbáld meg, csak ne hívd meg bennünket. Az olaszok eszik. A fakopáncsot? Nem, a fakopáncs állandónak is madárakákat. Szóval a fakopáncsot csörbökéssel? Hát picikét igen, és ez teljesen klasszikusan, ez szó szerint. Csörböki a Hozzam? Hozzam az ítéletet? Hozzam, jó? Feltétlenül, hogy kinek mi a zene, meg ki a zaj? Mert mondjuk Ferinek zene egy sertésizlaldának a zaj, de neked a zaj. Érted? Ne, a Ferinek az olaj sercegése a zene. Nekem zene az Ezerhold, neked? Nekem az egy. Nem akarok megbántani. Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Jaj, régen voltam, egyest akartam. Én csodálkoztam. Azt hittem, hogy az egyes a hármas, és a hármas az egyes. Ez nálam teljesen indokolatlan. Így, hogy kipihented magadat, mennyire elfogadóbb lettél mások problémáira, nem? Jó, ez elnyomtam. De jól esik ezt hallani, hogy ennyire elfogadó lettél. Jó, de nem azért húztam az időt egyébként, mert 35 van. Igen, szóval rohan az idő. Már kicsit azt hittem, hogy nincs is témán. De van! Madonna egy nagyon-nagyon szép ügy mellé állt, ami azt gondolom, hogy ebben Jani lesz a társam. Ha Madonnáról van szó, akkor tudod. Megy veled. Az ügy nem más, mint a Szabadítsátok ki a bimbókat mozgalom. Ebben van valami. Ebben a Madonna. Láttam az első jeleket fönt az interneten. Azt hiszem, hogy skandináv hölgyek voltak, akik megosztották a képeket, és hát egyébként szimpatikus dologról van szó. Ők azt mondják... Füllel olvastam, láttam, hallottam, ez miről szól? Azt mondják, hogy joguk van hozzá, és tök igazuk van, mert azt mondják, hogy itt ugyanolyan testrészről van szó, mint amilyen a férfiaknak is van, és hogy a férfiak megvillanthatják bármikor, bárhol a melbimbójukat, akkor ők is. Mert hogy a Facebook nem engedi a női melbimbókat ezentúl megmutatni? Egyébként azt gondolom, hogy eddig se, nem csak a Facebook, semmelyik közösségi oldal, tehát abban a pillanatban, hogyha női bimbót lát, akkor abban a pillanatban törlik a képeket. Tehát, hogy akkor az már ilyen szexuális tartalom. De hogy ismeri fel a női mellett egy kövér férfi mellbimbójától, érted? Tehát egy kövér férfinak is lehet ugyanolyan. Erre vannak az operátor. Egy ugyanolyan zsír mellett. Ez most férfi, kövér férfi, vagy egy nem túl szexi női mellett? Fölismeri a Facebook, van, és megmondja? Ezt úgy hívják, hogy bimbókereső robot. Ami... Ez nagyon kemény. És tényleg az van, hogy most elkezdtek, ugye, tehát hogy olyan szintű szemérmesség van, hogy nem tudom, hogy pontosan mi egyébként ebben a határvonal, hogy ami megy átüt a pólón, azt is dobni kell? Vajon? Tehát azt a képet is dobni kell? Ami átüt? Szegény sarkokat. Szegények sokan itt Magyarországon. És mit, letiltja a Facebook? Nem, fogja és törli. És ugye nyilván azért érint érzékenyen mindenki. Ilyen alapú Hajdú Péter is veszélyben van. Nem? Azért ott is vannak mellett. Ott azért érted. Nem érteni, hogy masszus, megint törölni. Nem tudom feltörölni. Ja. Büdös fasz, biztos megint. Szóljatok a Zuckerbergnek, hogy ne töröljön azért mindent, mert Peti is nagy veszélyben van. Na, mi a különbség a férfi és a női melbimbó között? Hát a női melbimbó gondolom az tartalma, több szexus tartalmaz, mint egy férfi melbimbó, ami a legértelmetlenebb testrész. Hát többet takargatják legalább. De gondolod, én tudom. Igen. De nekem, hát érdekek, azért úgy jön egy ilyen erogén zóna, hát féltek nekem a melbimbóm násztáncot járt, tehát hogy... Ha futsz a busz után. Nem, de hogy egy picit tényleg ez a nagyajunk, hogy tényleg mi a különbség, tehát hogy
Hogy ti örülnétek ennek egyébként? Ami gyerekként én azért frászt kaptam volna, hogyha nagy buterom ott egy nő vagyok. Én most csinálok egy olyan képet magamról, ahol nagyon pucsitok, egy bugyi van rajtam, érted? És visszanézek a kamerába, és engem valaki lefotóz, mondjuk egy edzőteremben. És azt hagyja a Facebook, de egy sima, egyébként egyszerű hétköznapi női melbimbót, azt nem, de bepucsíthatok a Facebook, és berakhatok pucsitós képeket, az nem gyalázza meg a nőiességet, vagy a női szexualitást? Mondok ettől szerintem egy sokkal egyszerűbbet. Tehát ugye azok a tangák, ami megint Jani rád nézett, csak nem akarom felizgatni, csak... Már feléd is fordultam. Hogy tudom, most nem kell fölállni a következő 5 percben, tehát most azért nyugodtan élvezheted a mondandómat. Tehát azok a tangák, ami csak egy ilyen drót, az megvan. Hogy ne lenne? Most is lenne a Na de, hogy abban például, az gyakorlatilag mesztelenség, csak az illúziója, ugye az, attól a kis dróttól az olyan, mint hogyha föl, akkor azt mondjuk, hogy föl van öltözve. Tehát nincsen fölöltözve. Nincs hát. Tehát, hogy akkor, de azt például nem tiltják. Tehát, hogy az nem ütközik így ebbe a szemérmes vonalba, vagy ebbe a szemérmes tiltásba. Tehát pont ezt mondta a Madonna is egyébként, hogy egy fenék az telibe lehet. Ezért nem értem, hogy ez most egy feneket megmutathatok magamról, de a melbimbómat például nem. És a Madonna most ki akarja szabadítani a saját melbimbóit? Vagy most lázad ez ellen, és posztol melleket? Vagy mit csinál? Abszolút posztolgat, és meg nyilván ő fel akarja most erre hívni a figyelmet. De egyébként mondok egy érdekesebbet, amit szintén ezen az oldalon találtam, hogy például, hogy a bimbóval kapcsolatban mennyire fura az ítélkezés, hogy például a Barbie babáknak nincs bimbója. Melle van, de bimbója nincs. Hát mert gyártás technológiai. De igen. Mindig megnéztem, nincs funkció. Semmilyen. Mindig megnéztem? Igen. Mindig levetkőztettem, fölvajtottam, olyan nincs itt semmit. De nem csinálják és meg. És Kennek is ugyanaz gyakorlatilag alul. Tehát androgynek picit, igen, semmiük nincs egyébként. Na de hogy ott is a formát engedik, tehát, tehát én nem egy ilyen iszlet láttam, mert Ázsiában ugyanez van, hogy Ázsiában konkrétan az ilyen erotikus lapokat is úgy retusálják, hogy eltüntetik róla ezeket. Tehát a formákat meghagyják, de érdekes dolog ez, hogy megy ez a fajta áprűdösködés, azért nem? De ez nagyon fura. Hát ez a Facebook azért nem volt ilyen. Most azért utálom a Facebookot, mert már mindenbe beleszól, már mindent szabályoz, már mindent ő dönt el. Van 130 ezer ember, aki követi, 3000 látja a posztodat, a többiek nem küldik el. Tehát kicsit már olyan, mintha te lennél a Facebookért, nem? Most minden döntenek. Ha riói karneválon vagyok véletlenül, és ott készítek egy fotót egy táncosnőről, azt le fogja venni? Hát, hogyha látszik, ott látszik a bimbi, vagy ott van, akinél látszik. De ez nem kultúra? Hát azt akkor a Millói Vénuszról is leveszi? Na, tessék. Ott van. Na, mit csinál ezzel? Igen, baromi érdekes dolog. Hát ti rengeteget foglalkoztatok mondjuk például a női ellentétben úgy, hogyha azt gondolod, hogy nem tudod, mi a különbség a női meg a férfi között, gyere, cumizd ezt! Ha Jani nagy szakértel. És elővette a jobb melbimbóját. Ezt nem hiszem el. Nem, de hogy például rengeteget foglalkoztatok például a szoptatással, ugye, ami szintén hogy valakinek kiveri a biztosítékot, valakinél nem veri ki. Tehát, hogy az ugyanez az áprüdéria egyébként, nem? Hát itt megint megoszlik, hogy például olyan szabad területen, ahol más is látja, ott szoptasson-e az anyuka, vagy mert az egyik egy öncélú dolog. Tehát, hogy a magamutogatás az öncélú, miközben a szoptatás az a természet velejárója, az egy olyan dolog, ami mondjuk így, hogy az önfenntartásnak a része, vagy ilyesmi. Tehát, hogy na de mondok más mondjuk. A dolog öncélúsága miatt szerintem. Amit például engednek, és amiből én magam is sokat töltöttem fel, mondjuk fotósként. Tehát amikor olyan típusú képet látsz, ami már úgy sejtett, hogy gyakorlatilag... Hogy művészi? Arra gondolsz, hogy művészi? Hát tudjátok, a Még több bőrt sorozatból. Tehát amikor annyira sejtetős, amikor úgy van kigombolva mondjuk egy sort, és tehát hogy már konkrétan nőgyógyászati szűrővizsgálatot lehet az alapján csinálni, de még pont az nem látszik, és ezeket a dolgokat például engedi. Azt gondolom, ugyanúgy izgató, ugyanúgy erotikus tartalom. Tehát egy érdekes dolog az, hogy kipécézünk mondjuk testrészeket, és azt mondjuk, ezt nem töltheted fel. Mm-hmm. Nem? Csak mit tesz helyette? Leveszi az egész képet, vagy kiblőrözi, vagy tesz rá egy leukoplaszt csíkot? Mit csinál a Facebook? Én nem tudom, ritkán egy teszek fel. Mert képet tesz a helyette. Igen, tehát én ritkán teszek fel magamról filmesztelen képet, de mit csinál? Nem engedi az egész képet feltenni? Tehát levetteti veled, vagy a robot leveszi a képet? Robot is veszi le, meg jelentheted is ezeket. Tehát az azt szerintem az igazán rohadékság, amikor neki ilyeneket jelentgetsz, de hogy így van, sőt konkrétan a profilodat, tehát hogyha véletlen mondjuk te fotós vagy, és a fotósként ebbe bele tudsz azért csúszni, hogyha ilyesmivel foglalkozol, vagy ha mondjuk olyan modell vagy, akinek vannak kihívó
képei, akkor bele tud csúszni olyan határesetekbe, aminek kapcsán mondjuk úgy dönt a Facebook, hogy neked ezt nem szabadott volna, és konkrétan letörli a profilodat, vagy korlátozza, tehát nem tudsz belépni, nem tudod használni, akár hetekig, hónapokig én ismertem ilyen embert, vagy ismerek ilyen embert, akinek hetekig, hónapokig leállította a profilját, és nem tudod belépni. De most akkor mi lesz a sarkakatáikkal, rubindrékáikkal? De most komolyan kérdezem, hát ők azért állandóan posztolnak magukról gyúrós képeket, edzőtermi képeket, hát amíg nincs kint a cicél, igen, mondjuk nem félmeztelenek. Csak nekik nehéz takarni, mert tudod, érted, kevlár kéne hozzá, vagy acélbetűt. Szerintem a dolog érdekes, és szerintem érdemes egyébként foglalkozni is vele, mert szerintem ez az áprültség is kezd most ilyen óriás méreteket ölteni. Nyilván nem mi fogjuk itt most megoldani, illetve szerintem az a dolognak a határeset része még, amikor ilyen hálós dolgok vannak. Tehát amikor van rajtad valami, mm-hmm. van rajtad egy body, van rajtad egy felső. Tehát te kamionos trikóban például ebben a izében. Igen, én kamionos pólóban. Tehát amikor van rajtad valami, de mégis látszanak dolgok, és emiatt is törlik a képet, törlik az accountodat, szerintem ez elég durván beleszólás egyébként abba, hogy te privát mit képviselsz, hogy te mit akarsz megmutatni a világnak magadból egyáltalán. Tehát úgy tenni, mint hogy egyébként a Melvin Bó nem létezne, és azt az így elrejtegetni. Igen, nem? Kicsit ilyen álpirűd, álszent, abszolút. Igen. Úgyhogy írok is erről egy levelet Zuckerbergnek, aztán meglátjuk, hogy mit mond rá. Hát nézzük meg, hogy te... Norbi mögé a sorba. Igen, Norbi előszeretett egy írogat levelet Zuckerbergnek. Igen, azt nem is értem, miért csinálja egyébként. Hát tegyél föl ma este egy képet rólad. Megnézzük, hogy a Facebook tud-e különbséget tenni a nőimmel és a férfivel között. Rohadj! Félmeztelen képet arc nélkül tegyél már föl magadról. Most a kíváncsiságból. Hát vagy valamelyik családtagról, de nem a bátyádról gondolsz. A kis autótól vajról. Jó, meglátjuk. Félve kérdezem, hogy a fakopács bemutatásáért, a fakopács bemutatásáért, az emberiségbe tett bizalom elmúlásáért és a női keblek felszabadításáért jogos lehet-e a tas és a sikoly? Oh, okay. Most jóra nyomtam. Tibi, köszönjük szépen! Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. Klassz FM-en.